Folyamatosak a tárgyalások a munkakör megújítási projektben. Gyakorlatilag minden héten találkozunk, hivatalosan és hát informálisan is tudunk a MÁV ZRT illetékeseivel erről szót váltani konstruktív módon. Ki tudjuk cserélni a nekünk még a múltból létező dokumentumainkat, amiket hát az idők folyamán a sok költözés, a MÁV-ra gondolok, már nem teszi felelhetővé a számukra. A MÁV ZRT apparátusa fogékony a észrevételeinkre, és ez biztató a jövőre vonatkozóan. Tényleg okkal gondolom, hogy ez évben ez a projekt eredménnyel zárul, és nem lesz akadálya annak, hogy egy várva várt jó béres besorolási rendszer január 1-től működjön a MÁV ZRT és a hozzátartozó leányzók tekintetében. Ez rendkívül fontos lenne, hiszen mindegyetek számára ismert, hogy bizony számos teher nehezíti a korrekt bérezéseknek a rendszerének megvalósulását. Nem felejtettük el azon tagjaink sorsának a javítását sem, akik munkaköri feladataik során gépkocsit is vezetnek. Az elmúlt tag rossz tapasztalatai miatt úgy véljük, hogy megengedhetetlen, ha valaki a munka végeztével kellő pihenés hiányában gépkocsit vezet, olyan gépkocsit, ami munkatársakat szállít. Ezért javaslattal éltünk a MÁV ZRT felé, hogy mindaddig, ameddig az egyéb felmerült problémákra nem tudunk választ nyerni, tehát milyen típusú jogosítvány szükséges, milyen orvosi vizsgálatok, milyen egyéb szakmai tanfolyamok rendszeres végzése, addig legalább a pihenőidőt biztosítsák, hiszen az nem kerül különösebb elméleti eszmefuttatásokba. Úgy véljük, hogy az a indítványunk miszerint is, aki gépjárművet vezet, azt megelőzően legalább 4 órát pihenéssel tudjon tölteni, amelynek a biztosítását a munkáltatónak kell garantálni. Az ezt lehetővé tevő munkaügyi kérdéseket pedig nyilvánvalóan tudjuk igazítani és ehhez az elváláshoz rendezni. Valamikor megszokott dolog volt, hogy a vaskút egy folyamatos átszervezés lázában élt a mindennapjait. Az elmúlt években ez kevéssé volt jellemző, most ismét föltámadt a régi szokás. A budapesti igazgatóságot rövidesen eléri az átszervezés hulláma. Január 1-e az a határidő, amire ezt be kell fejezni, addigra vonul el a vihar, és uralkodik el ismét a harmónia. Részletek kevés ismertek, jövő csütörtökön kapunk majd részletes tájékoztatást az írásos anyag mellett az elképzelésekről. Természetesen azon átszervezések, amelyek valóban a vasút jobbítását célozzák, rendben vannak, és különösképpen akkor, és ez egy alapvetés a számunkra, ha az érintett tagjaink semmiképpen sem érezik ennek a hátrányát. Nem kell attól félniük, hogy a munkavégzés helyei bővülnek, ha akaratuk ellenére, ha a jövedelmük csökken, bármi oknál fogva, ha nőnek a munkaterhei, úgyhogy emellé nincs egyességen alapuló ellentételezés, és sorolhatnám. Tehát hangsúlyozom, a VTS-szorítás nem tiltakozik ez ellen, az átszerzés ellen, mondom így ezt láthatatlanban, hiszen mondom részleteket még nem ismerünk, de azt elvárja, amit az előbb elmondtam, tehát azt, hogy azon túl, hogy ez a vasút javát szolgálja, ugyanis szolgálnia kell
a tagjaink és a vasutasak javát is. Mi ennek okán, amit tudunk, értelemszerűen megteszünk. Persze ez az is szükséges, hogy azok is, amennyiben kell, akkor tegyék azt, ami okán a munkáltató velük szembeni rossz gondolatait elhelyesegeti magától. Mondván úgyse fogom tudni velük szemben ezt megcselekedni.